A Hajdúszoboszlói Porszemlovas Egyesület október 3-án egy családi hangulatú rendezvény keretében emlékezett meg az Állatok Világnapjáról. Az egésznapos programok és foglalkozások között a porszemes lovak mellett az Ász Kutya Iskola négylábúival, a Földesi Madársuli madaraival, valamint a Vadaskert kávézó állataival is találkozhattak a rendezvényre kilátogatók. Firenzében egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretén belül merült fel először az Állatok Világnapjának a gondolata. Október 4-e pedig azért lett a kiválasztott nap, mert Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Az Állatok Világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és az állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Erre a napra emlékezett meg a Hajdúszoboszlói Porszemlovas Egyesület is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a nap nem csak a porszemi összefogott több civil egyesület, és a Városszépítő Egyesületnek is volt egy nagyszabású programja, a Szeretet Napja, és úgy gondoltuk, a vírushelyzet miatt most tömbösítünk. Tehát ez egy nagyon hosszú, extra hosszú rendezvény, egész napos, és ebben helyet kap a porszemes csapat, a maga állatok védelmével és környezetvédelmi mániájával. Helyet kap a Hajrá Anyu Egyesület, akik már a legkisebbeknek is szeretnék azt mondani, hogy bizony vigyázni kell a földre, és olyan környezettudatos magatartást szeretnének kialakítani, hogy 20 év múlva itt paradicsom lesz. És a városszépítősök is jelen vannak, bent megy folyamatosan a szép kertek és a díjazó erkélyek, udvarok összeállítása. Mindenki megcsodálhatja, hogy milyen szép virágos kertek készültek 2020-ban Hajdúszoboszlón a karantén idején, és közben pedig az állatorvosok ismeretterjesztő előadásokat tartottak folyamatosan a felelős kutyatartás, állattartásról, és nyilván a lovakról is esett szó ezekben az ismeretterjesztő előadásokban. Szikrázó napsütéssel és vidám hangulattal, ugrálóvárral és csillámtetkóval várták a szervezők a rendezvényre kilátogató családokat. Az úgy kezdődött, hogy múlt hét vasárnap megbeszéltük, hogy minden reggel 5-ször elénekli mindenki a süsfelnapot. Ez egy nagyon fontos belső indítatású program volt, hittünk benne, hogy már a kisüt a nap. Mert csütörtökön, amikor még este is szakadt az eső, akkor már egy kicsit fogtuk a fejünket, de úgy tűnik nem volt hiába való, mi hiszünk abba, hogy jó dolgot csinálunk. És hát ezt már csináljuk, vagy 20-30 éve, szóval hát most néha lehet szerencsénk, már a kisütött a nap. És nyilván a megszokott, a több éves megszokott program szerint haladunk, állomások vannak, Vaskóné Borikánál a gazdaház profiába illő kézműves foglalkozás van, utána lehet menni a hajráanyusokhoz megcsinálni a különböző játékos feladatokat, nyilván közben lehet egy kicsit az ugrálóvárban, idézőjelben mondom, örjöngeni, kézfertőtlenítés után, és aztán mindenkit lóra teszünk, pillecukor, májva cukor várja a gyermekeket, és aztán ahogy sorban haladunk, már ott van a Földesi Madársuli, új madarakkal, és nyilván Pista bácsi is úgy mondja az előadást, és úgy tartja a bemutatót, hogy közben folyamatosan visszakérdez, és a gyerekeknek majd visszacsatolásként rajzot is kell készíteni a mai napról. A porszemesek hogyan indították az új évet, hogy szeptembertől ismét lehetett foglalkozásokat, edzéseket tartani? Hogyan kezdődött a ti évetek? A gyerekek már egész nyáron sorba álltak, hogy ők folyamatosan szeretnének szeptembertől edzésre járni. Addig, amíg nincs más megszorító intézkedés, mi hétfőn, szerdán, pénteken és hétvégéken tartjuk az edzéseket. A lovastorna egy kicsit visszább van, nincs nagy csoportos foglalkozásunk, de a lovaglás az folyamatosan megy, versenyekre készülünk, és mi úgy gondoltuk, hogy oké, vírus, meg maszk, de mi mindent ugyanúgy szeretnénk csinálni, mint egyébként, ahogy az edzéstervben szerepel, mert nem határozhatja meg az életünket ez a nagyon-nagyon negatív dolog. Nyilván mindent betartunk, ha kell, maszkot veszünk, de most ez itt kültéri rendezvény, de mindenkinek itt van a maszk, és hogyha közelebb megyünk egymáshoz, feltesszük. Van egy halom kézfertőtlenítünk. Nálunk a porszemnél a pohár mindig félig tele van. Pozitívan állunk mindenhez, és ugyanúgy szeretnénk végignyomni ezt a tanévet, ahogy megkezdtük.
Még egyszer mondom, be fogunk tartani minden rendelkező utasítást, és hiszünk abban, hogy van élet a COVID után is. Az egésznapos rendezvényen számos program és foglalkozás várta a gyermekeket és a szüleiket. A délelőtt folyamán a Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc és Mazsoret Sportegyesület táncosai tartottak táncórát a kisgyermekek részére. A gazdaház is Borika jó voltából csuhé babákat és állatokat lehetett készíteni. Továbbá madáretetővel is lehetett kísérletezni. A remek játékokról pedig a Hajrá Anyu Egyesület tagjai gondoskodtak. A Hajrá Anyu Egyesület is bemutatkozik ma a Porszemes Állatok Világnapján. Mivel készültetek a mai rendezvényre? Hát mi a Porszem Egyesülettel már régóta szervezünk együtt programokat, tavaly is ugyanígy itt voltunk. Az Egyesület ide is azokat a játékokat hozta ki, amiket gyakorlatilag olyan hasznosított termékekből, olyan hasznosított dolgokból készültek, amit mindenki megtalál otthon a háztartásában. Néhány karton, papír, üres kindertojás figurák, vagy éppen vizes palack, és ezekből hoztunk egy ilyen kis bemutatót, hogy mennyi mindent lehet otthon felhasználni, amire nem is gondolnánk, és amiből olyan játékok készülnek, amivel órákig el vannak a gyerekek. Melyik játék tetszik a legjobban a gyerekeknek? Hát talán az Angry Birds, ami papírdobozból és hungarocellabdából készült, illetve a figurák hozzá, az kindertojás van megfestve, illetve amit nagyon szeretnek, az a célba dobós, ez egy kartonpapír állatfej van ráfestve, és a szájába kell kavicsot beledobni.